Az Európai Bizottság által támogatott Erasmus programban már nem először vállal projektvezető szerepet a Garai Gimnázium. Míg az előző projektben a természettudományok kerültek a középpontba, most a nyelv használata a legfontosabb elem. Tartalom alapú oktatás nyelvi órákon valósul meg. Tehát a témája nagy mértékben különbözik. Ez azt jelenti, hogy a különböző idegen nyelvi órákra, német, angol és francia órákon bizonyos tantárgyakból néhány elemet beteszünk. Például én angol órákon a történelemből egy kicsit, egy másik csoporttal biológiát tanulunk angolul. A francia szakos kollega Hekelné Posta Katalin irodalmi anyagokat visz be, a földrajz német szakos Faust András pedig földrajzot tanít német órákon, vagy például a Becker Helmut irodalmat tanít német órákon. Ez nem azt jelenti, hogy olyan mélységekben, mint az alapórákon természetesen, hanem 2-3 hétig vesznek egy-egy modult. Tehát egy évben 2-3 hét zajlik ezekkel a modulokkal. A jelenlegi projektben olasz, spanyol és lengyel diákokkal dolgoznak együtt a garaisok. Megpróbáljuk úgy megfogni a diákokat, tehát motiválni, hogy egyrészt nagyon releváns témákat viszünk be órákra, hogy nem csak arról beszélgetünk angol nyelvi órákon, hogy a papa ül a tévé előtt, anyuka főz, meg hasonló, tehát, és nem csak csupán nagyon hétköznapi témákat, hanem belenyúlunk igenis történelembe, biológiába, egy picikét jobban, mint eddig valaha. Másrészt a másik nagy része a pályázatunknak a digitális eszközök használata. Hát eddig is használjuk persze, meg használtuk az interaktív táblát, de most digitális applikációkat mobiltelefonnal. Ami azt jelenti, hogy a tanár vezéli ugye a táblánál, a laptoppal a játékokat, és a diákok már előzetesen letöltött applikációval követik ezt nyomon, és játszanak. Hát ennek van a legnagyobb sikere, mondanom se kell, tehát én már úgy megyek be órára, hogy a gyerekek beállították nekem a laptopot, és akkor kehútozunk. És szinte tüntetőleg kórusban követelik, hogy játszunk. És hát persze sokat játszunk, és hatalmas előnye van. Tehát én hiszem, és tudom, mert beigazolódott, hogy ha játszhat a gyerek, és azt csinálja, ami tetszik neki, akkor lehet az első világháború, lehet az állatok öregedése közötti különbség, megtanulja. A program folytatásában szeptemberben Lengyelországban folytatódik a közös munka.